Békés megyei kormányhivatal figyelemmel kíséri mindazon diákokat, akik kiemelkedő teljesítményt érnek el az országos szintű tanulmányi versenyeken. A napokban rendezett ünnepségen ezen tanulókat ismerte el a szervezet. Az országos tanulmányi versenyeken való jó eredmény a továbbtanulásban plusz pontokat jelent, így a diákokat motiválja, hogy ezeken a rendezvényeken a jövőben is sikeresen teljesítsenek. Egyetemen folytatom a tanulmányaimat, ott is van elismert országos verseny, úgyhogy nem tartom kizártnak, hogy azon is részt vegyek. Hogyha golyóznak a gyerekek, az Isten köztük ott ünnepereg. S ha egy a szemét nagyra nyitja, golyóját, ő lyukba gurít. A megye színvonalát erősítő tanulókat egyszer egy évben köszönti és elismeri a kormányhivatal. Minden produktum a elismerés által kap visszaigazolást. Tehát nem véletlenül hangsúlyozzuk a pedagógiában azt, hogy a dicséret a leghatékonyabb eszköz, tehát nem annyira a korolással kell, hanem sokkal inkább az elismerésekkel, a dicséretekkel lehet arra ösztönözni a fiatalokat, hogy még több energiát, még több erőfeszítést tegyenek azért, hogy a tehetségük legjava kibontakozzék. Az eseményen 15 iskola 57 tanulója és felkészítő tanáraik lettek elismerve.